3,77 százalékos átlaggal, ez is dolgot kellene. Ismét sok kadét érdemelt ki elismerést a Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre Technikum és Kollégium gombátadó ünnepségén. Többek között Jákob Kristóf végzős diák, ő 3 aranygombbal büszkélkedhet. Azt mondja, mindig is törekedett arra, hogy jó jegyei legyenek. Mióta az eszemet tudom, én katona szeretnék lenni, és ez a szak volt a legtökéletesebb ahhoz, hogy megvalósítsam a céljaimat, és hogy ezután megfelelő pályára lépjek. Itt tudok a legjobban felkészülni. Tóth Barbara 11. osztályos, szintén 3 aranygombot kapott, ezzel pedig évfolyam első lett. Nagyon jól érzem magam, mert minden 4 kadét évfolyam olyan, mintha egy család lenne, mert összeszoktunk és nagyon jól kijövünk egymással. A gombátadás a tanulmányi eredménytől függ. Ezüstöt 3,5-ös átlagtól, az aranygombot pedig 4,0-től kaphatnak a diákok. 4,5-től 2, az osztály elsőknek pedig 3 arany kitűző jár. Az nem csak arról szól, hogy látszik az ő évfolyam jelzésükön, hanem a rendszerben új elemként megjelent a Bérbalog Ádám ösztöndi, ami viszont tanulmányi átlaghoz kötődik. És nem is kismértékben kötődik hozzá, 3,5-nél kezdődik a tanulmányi ösztöndi, és ez nagyjából 11.000 forinttal indul. De aki 4,5 fölötti átlagot ér el, az havonta több mint 33.000 forintot kaphat. 9. tanulóként azt gondolom, hogy ez nem zsebpénznek nevezném már. A gombátadó ünnepségnek hagyománya van az iskolában, hiszen a 2017. szeptemberében elindult Honvéd kadét képzésben a tanulók kollégiumi nevelőjének kezdeményezésére már az első fél évben bevezették a rendszert, hogy így motiválják a diákokat a minél jobb eredmény elérésére.